Kedves tanár úr, engedjen meg egy személyes jellegű kérdést. Ön kortalannak tűnik teljesen, és avasson be minket a titkába, hogyan lehet megőrizni ezt a típusú vitalitást, az örömet, a mosolyt az arcon, az egészséget. Hát először is köszönöm a bókot, és nagyon jól esik. Az embernek mindig legyen célja. Én már 10-néhány éven nyugdíjas vagyok papíron, valóságban sokkal többet dolgozom, mint az életben bármikor, és talán azt mondanám mindenkinek, ne törekedjenek, hogy nyugdíjba menjenek. Ez egy borzasztó rossz közfelfogás, jaj, elmegyek nyugdíjba. Abban a pillanatban megszűnik az életének a tevékeny célja. Igaz, hogy az ember nagypapa, van egy kis kertje, van valami, de az már egy beszűkültebb valami. Tehát mindig valami olyan célt kell kitűzni, aminek társadalmilag is van jelentősége. Tehát szó szerint szolgálat. És ha én már úgy látom, hogy egy-két dolog már úgy kezd a célba menni, azonnal 2, 3, 4, 5, 6 újabb célt kitűzni, mert egyharmada úgyse fog sikerülni, egyharmada olyan se idensed, de egyharmada biztos, hogy fog sikerülni. És akkor az ember megint lendületet kap. Olyan, mint amikor az üres benzintankkal beállunk a tankolóhoz, és akkor telenyomják, és akkor hús megint tudunk menni. Szóval az embernek ottáig tanulni kell, szolgálni kell, élni kell, hitben életért élni, Isten szeretetőt, nem Isten félőt, Isten szerető életet, az pedig az, hogy a természetet maradéktalanul tisztelni. Ilyen egyszerű. Normálisan táplálkozni, rengeteget sportolni, mindenféle televízióban levő szamárságokat nagy ívbe elkerülni, azokkal az emberi aljasságokkal, ami egymás szurkapiszkálásával van, nem törődni, a szívünkben, lelkünkben harag és gyűlölet nem lehet, mindenkinek feltétel nélkül megbocsátani, mert a keserűség az minket betegít meg, tehát tulajdonképpen egy lelkileg puritán, szellemileg és fizikálisan pedig egy aktív életet élni. Ilyen egyszerű. Hát, ha ilyen egyszerű, akkor még néhány tanácsot csak szeretnék kapni, hogy a kedves hallgatók és a nézők és tele szívvel csordultig álljanak fel innen. Igazából a kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet megvalósítani az elfogadást a mindennapokban? Hogyan lehetünk nyitottak mindenre, amit a Jóisten vagy az univerzum ad felénk, és ezt teljes szívvel úgy, ahogy van, elfogadni, és a legjobbat kihozni belőle? Hogyan lehet ezt csinálni a gyakorlatban? Hú, de nehezet kérdezett. Ilyen nehezet még senki nem kérdezett tőlem. Talán azt mondanom, hogy alázattal nézi a természetre, és úgy elfogadni a természetet, ahogy van. Sajnos a 21. század ember, de már a 20. század ember is mindenhatónak hiszi magát. Azt hiszük, hogy a természettel lehet packázni és lehet játszani. Nem lehet. Rövid távon lehet a rendetlenséget csinálni, de hosszú távon nem. Hosszú távon a természet nem tűri a rendetlenséget. Hát nézzük meg, a tudomány nevében mit csináltak. Tudományos szocializmus, kb. 200 millió halott. Hát csak a gulágokon több 10 millióan haltak meg. De hát nézzük meg a Sztálin meg a Lenini érában mi volt. Tudományos náci fajelmélet. Hány zsidó társunkat, meg cigány társunkat vitték a vérpadra. Tudományos közgazdaságtan, egyenlő világválság. Tudományos fizika, egyenlő atombomba. Tudományos kémia, a föld teljes elszennyeződése, tudományos gyógyszeripar, a farmakofágia már az első 5 halál ok között van. Hát miről beszélünk akkor? Mi az, hogy tudomány? Tegyük már a fény mellé oda az árnyékot is, és mindaz, ami most történik a földön, egyetlen egyre jó. A javaknak a teljes kizsákmányolása és a föld teljes elszennyeződése. Mit hagyunk a gyerekeinkre, mit hagyunk az unokáinkra? Tehát mindaz, amire azt mondjuk, hogy GDP, meg kamatláb, meg egyéb huncutságok, ezek a természettől teljesen idegen dolgok, egészen más értékrendnek kell lennie, ez a fajta rendszer előbb-utóbb meg fog bukni, maga alá fogja temetni ezt az egész rendszert, és azok lesznek a sírások, akik először ezt a keszekusza természettől teljesen idegen rendszert kidolgozták, mi meg azok, akik ezt tűrtük.
Tehát tulajdonképpen mind a ketten hibásak vagyunk, mert elfogadjuk ezt a torz értékrendet. Hát mi 10 millióan nem tudunk mit csinálni, magyarok, hát lassan 7 milliárd ember van a Földön, de valahol, valahogy valamit kéne már csinálni. Össze kéne fogni, de kivel? Ki ellen és ki mellett? Igen. Tanár úrnak az előadásaiból tudom, hogy széllel szemben nem lehet pisilni. Gyerem ám! Mégis azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan tudunk mi kis csoportosulásokat úgy létrehozni, hogy egy más szellemiséget indítsunk el itt Magyarországon. Ugye ez az épület, ez a gyógyközpont is arról szól, hogy egy alternatív lehetőséget mutassunk meg az embereknek, mind gondolkodásban, mind fizikálisan, mind pedig lelkileg. Ehhez fűzzön egy pár szót, tanár úr. Hát ez a legcsodálatosabb dolog, ez úgy hívjuk, hogy civil kurázsi. Tehát amikor az alulról jövő önszerveződés egy cél érdekébe, és itt ebben a központban, és ezt végtelen nagy tisztelettel adózok az egész vezetőségnek, a tulajdonosi gárdának, és ezért is fogadtam el a meghívást, tehát az ilyen népi kezdeményezések, kurázsi, civil kurázsi, aminek a politikához semmi köze, mert a politika az jön, megy, az olyan, mint az inga óra, máma itt, holnapot. Tehát ezekből és a természet rendje felé, és az embereknek, az elesett embereknek a szolgálatába, tehát kezet nyújtani mind azoknak, akik úgy érzik, hogy senki nem fogja a kezüket. Hát ez a legcsodálatosabb dolog. Ezekből aztán nagyon nagy dolgok ki tudnak nőni. Hát tessék megnézni Észak-Afrikában mi történt. Pár nappal, pár hónappal ezelőtt egy munkanélküli gépészmérnök nekiállt gyümölcsöt árusítani. Oda ment a hatóság, kötözködött vele, fogta magát és fölgyújtotta magát. Mi lett a vége? Az, hogy egész Észak-Afrikában megindultak azok a mozgalmak, amik a 20-30-40 éves diktatúrákat sorba döntik meg. Tehát csak az első dominót kell ellökni, a többi megy el magától. Igen, bízunk benne, hogy ilyen ember áldozatokat azért egy Magyarországon nem követel a rendszer. Egy utolsó kérdést engedjen meg, tanár úr, hogyan tudjuk önmagunkat elfogadni emberként, megbarátkozni önmagunkkal és megszeretni önmagunkat, mert ez egy nagyon nehéz feladat, hiszen mindennek ez az alapja, hogy szeresd önmagad, és akkor tudod embertársaidat is szeretni és elfogadni olyannak. Hát úgy látom, nagyon fölkészült, mert a második legnehezebb kérdést teszi föl. Szóval, hogyha az ember nem fogadja el saját magát a hibáival együtt, akkor egy állandó lelki feszültségbe él. De hogyha azt mondja, hogy ilyen vagyok, elfogadja saját magát a bűneivel, a csámpásságaival, a gonoszságaival, tehát mindennel, amire azt mondjuk, hogy eredendő bűn, vagy amire azt mondjuk, hogy az úton mentünk és beporozódtunk, de tudjuk, hogy hova megyünk. Van célunk, és azt mondjuk, hogy hát a célba azért beérünk, és aztán útközben azért ez majd csak lehámlik rólunk, mert vágyunk a jóra, mert igyekszünk, tehát a gyarlóságaink mellett próbálunk egy kicsit emberibbek, egy kicsit normálisabbak lenni, akkor talán megvan a lehetőség arra, hogy talán tisztában legyünk, de ez egy borzasztó nehéz dolog. Borzasztó nehéz dolog. Tehát azt hiszem, bűntelen ember nincs is, talán Teréz anya vagy az ilyen nagyságok. Hát nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm.